Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Bíznak a helyzet rendeződésében. A gyulahúsnak nem kedvez az Oroszország által bevezetett embargó. Hiányos a közvilágítás. Balogh Lajos felmérte, Románvároson több mint 30 világító test sötét. Elkészült az alakor. Bemutatkozik a biosör, a gyulai biofarm fejlesztése a három témában. Céltáblák és állatbábuk. Majd 100-an versenyeztek a történelmi íjászok országos bajnokságán. A tetőn keresztül érkezett. Bort lopott a kocsmából a gyulai betörő, a rendőrök elfogták. Kellemetlenül érinti az Oroszország által bevezetett embargó a Gyulahús Kft-t. A húsipari cég menedzsmentje abban bízik, hamarosan rendeződik az Európai Unió és Oroszország közötti helyzet. Ez a nap híre ma. Nem érint bennünket érzékenyen, de meg kell valljam, hogy kellemetlen ez számunkra, hogy jelen pillanatban nem exportálhatunk Oroszország területére. Ha nem is érinti érzékenyen az Oroszország által bevezetett embargó a Gyulahús Kft-t, kellemetlenséget azért okoz. Mint ismert, az oroszok megtiltották valamennyi az Európai Unióból származó élelmiszer behozatalát, így a gyulai önkormányzati tulajdonú vállalat sem szállíthat erre a piacra. Jellemzően a Gyulahús Kft. Az úgynevezett turista kolbász terméket exportálta Oroszország területére. Az idejében elég nagy mennyiséget szállítottunk ki az elmúlt hónapokban, de be kell, hogy valljam, hogy nem örülünk ennek az embargónak, ugyanis az év első felében az éves kiszállítás egyharmada szokott teljesülni. Úgy számítottunk, hogy az év második felében fogjuk a nagyobb mennyiséget kiszállítani. Azzal együtt, hogy az idénre tervezett szállítások nagyobb részét ezután bonyolították volna, a fürdővárosi cég éves forgalmának körülbelül a 3,5%-át érintheti az orosz embargó miatti kiesés. A társaságunk vezetése bízik abban, hogy a meghirdetett embargó azért nem lesz egyéves élettartamú. Bízunk abban, hogy minél hamarabb rendeződnek a vitáskérdések az Unió, illetve Oroszország között, és reményeink szerint pár hónap elteltével ismét normalizálódni fog az orosz export lehetőség. Ennek szellemében dolgozunk tovább, és be kell, hogy valljam, hogy nem szakítjuk meg a kapcsolatot az orosz vevőkkel, és arra törekszünk, hogy a jövőben újabb kapcsolatokat és építsünk ki, és vevőket keressünk meg. A cég menedzsmentje a kialakult helyzet miatt is dolgozik azon, hogy új piacokat szerezzenek. Ugyanakkor jelenleg inkább az embargó másodlagos hatásai adják fel a leckét számukra. A piac szűkülése miatt ugyanis Magyarországon is élesedik a verseny, mert nem csak az itteni, hanem a nyugati konkurensek is megpróbálnak pozíciókat szerezni. Komoly hiányosságokra hívta fel a figyelmet Balogh Lajos a Románváros közvilágításával kapcsolatban. A körzeti képviselő egy lakossági bejelentést követően mérte fel a helyzetet a városrészen. Kiderült, több mint 30 világítótest nem üzemel. A románvárosi közvilágítás helyzetére kívánta felhívni a figyelmet Balogh Lajos önkormányzati képviselő, mert számára is meglepő hiányosságokkal találkozott körzetében. Farkas Mátyás az egyik Sáros utcai lakos jelezte, hogy házuk előtt már több mint fél éve nem világít az utcai lámpatest, és bár próbált lépéseket tenni a kijavítást illetően, nem sikerült eredményt elérnie. Találkoztam így az utcán egy ilyen áramszolgáltatós kocsival, de ők azt mondták, hogy nem hozzájuk tartozik, mert ők ilyen nagy vállalkozókkal foglalkoznak, egy ilyen létráskocsit figyeljek, annak szóljak. Hát olyat nem láttam, létráskocsit. Ezt követően döntött úgy Balogh Lajos, hogy teljes egészében körbejárja a körzetét, és ekkor érte az igazi meglepetés azzal kapcsolatban, hogy hány lámpatest nem világít a városrészem. Beültem a gépkocsimba, és az összes utcát lejártam a körzetembe, összeszámoltam, hogy hány lámpatest nem ég. 34 darabot találtam, 34 darab lámpatest nem világított. Ezeket tételesen felírtam, ezeket a Gyula televíziónak is elküldtem. Én szerintem ez rettentő sok. Rettentő sok lámpatest, hogy 34 nem ég. Azt üzenem a Démásznak, hogy próbáljanak már meg erre odafigyelni, mert hogyha én ezt tapasztalom a körzetemben, ezt szorozzuk meg 10-zel, 10 körzet van Gyulán,
akkor 340 lámpáról is beszélhetünk akár, ez nagyon sok. Egy másik szintén akut probléma a képviselő szerint, hogy az Eminescu utca végén egy éve átadott járdaszakasz, mely Máriafalvát köti össze a Románvárossal, igen balesetveszélyes a világítás hiánya miatt, pedig már korábban kérte, hogy a körzeti keretéből helyezzenek el ide egy villanyoszlopot, eddig azonban erre csak ígéreteket kapott. Volt egy hamarabb időpontom, hogy tavasz végére kész lesz, aztán mondták, hogy lehet, hogy nyára. Most ott tartunk, hogy október közepéig talán megcsinálják, de ez nem megoldás, hogy ígérgetjük ezeket a dolgokat. A pénz az önkormányzatnál van, erre félre van téve, ki kellene jönni talán a Démásznak vagy az alvállalkozónak, és itt a terepen elvégezni a munkát. A témával kapcsolatban írásbeli kérdéseinkkel megkerestük a Démász szegedi kirendeltségének kommunikációs osztályát, ám adásunk zárásáig ezekre nem érkezett válasz. Bioélelmiszerekkel ma már nem ritkán találkozhatunk az üzletek polcain, de a biosör még igen ritkának tekinthető. A gyulai székhelyű Körösmaros Biofarm az elsők között fejlesztette ki Alakor elnevezésű biosörét, melyet három téma című műsorunkban közelebbről is megismerhetnek. A Körösmaros Biofarm Kft. 1999-ben kezdett foglalkozni biotermékekkel. A korábbiakban Magyarországon ez a cég állított elő biotejet nagyüzemi szinten. Ezek után egy olyan másik terméket kerestek, melyet az adottságoknak megfelelően biotermeléssel állíthatnak elő. 2007-ben egy baráti beszélgetés során került szóba az Alakor búza, mint alapanyag. Az Alakor búza a legősibb termesztett búza. Ez egy meghatározó búzafajta volt egészen a 19. század végéig egész Európában, de fokozatosan a modern észtivum búzák kiszorították, mert a termés hozama ez gyakorlatilag elmarad a modellkorn követelményeitől, viszont beltartalmát tekintve úgy gondoltuk, hogy alkalmas lehet arra, hogy funkcionális élelmiszert állítsunk belőle elő, és így gyakorlatilag egy konzorciumot szerveztünk rá, és még 2008-ban egy pályázatot is sikerült hozzá rendelnünk a munkához, és gyakorlatilag a pályázat nyertes lett, és innentől kezdve a termék fejlesztés megkezdődhetett. Az első tesztek egy éves próbálkozást követően a Budapesti Corvinus Egyetem sör- és szeszipari tanszék laborjában történtek. Ebben az időszakban már látták a fejlesztők, hogy ez egy sikeres termék lesz. Viszont nagyon fontos tudni a termékről az, hogy ez egy prémium termék. A célcsoport az több irányból lett megközelítve, ugyanis kifejezetten van egy olyan fogyasztói réteg, aki szereti a prémium minőségű, kézműves jellegű söröket, ők előszeretettel vásárolják a sörkülönlegességeket, már pedig ez egy sörkülönlegesség. Ezen kívül a termék búzasör, ami megint a piacon, úgy gondoljuk, hogy nem egy tömegtermék magában a búzasör, és azonban, hogy alakor és egy speciális ízvilágot is ad, a sörfőzőmesterünk pedig elég érdekesen megvadította a sört, és háromféle malátát használtunk a receptúrában. Ezáltal a búzasörök között is egy minőségi búzasört tudtunk elejteni. Vodor Attila elmondta, a termék a hazai piacon és világszinten is egyedülállónak mondható. 4,8%-os alkoholfok, ami kifejezetten jól állunk a termékünknél, a legtöbb átlagos söröző 4,3% körül van. Van rajta még egy szám, egy 14,5-es bowling fog, ezt pedig kifejezetten azért tettük rá, mondhatjuk így, hogy 10 sörből 9-en nem teszik rá a termékükre, ugyanis azt mutatja azoknak a fogyasztóknak, akik szeretnék tudni azt, hogy ez a szárazanyag tartalom, amit beletettünk a sörbe, az milyen, hogy ezáltal minél magasabb egy bowling fog, annál minőségi termékre utal vásárláskor. Nem véletlenül, hogy sokan nem teszik rá, mi ezt büszkén vállaltuk fel, hogy rátettük a termékre. A sör iránt nemzetközi érdeklődés is mutatkozik. Lengyelországban és Németországban már megjelentek egy-egy biokiállításon. 2015-ben Milánóban lesz a világkiállítás, ahol a magyar stand neve Alakor lesz. A terméken található minden egyes terméken egy QR kód, amely gyakorlatilag az adott termelési tételt pontosan beazonosítja. Bárki, aki egy egyszerű okostelefonos alkalmazással ezt lefényképezett, előhívja, az információkat megtalálhatja az adott termékhez tartozó összes komponensnek a biotanúsítványait, lekérdezheti, hogy az adott tételhez mit használtak föl, milyen eljárással, hol és mikor, mennyi darab készült belőle. A jövőbeni tervek között szerepel az
alkoholmentes és az ízesített változat. Fodor Attila elmondta, bíznak benne, hogy még idén egy testes, félbarna téli sört is piacra tudnak bocsájtani. Céltáblák és háromdimenziós bábuk tarkították a Várkertet az elmúlt hétvégén. A kilátogató érdeklődők majd 100 versenyzővel találkozhattak a történelmi íjászok országos bajnokságán. Idén második alkalommal rendezték meg Gyulán a történelmi íjász országos bajnokságot. A várat körülölelő rendezvényre az ország minden tájáról érkező majd 100 versenyző között voltak tapasztaltabbak és voltak egészen kezdők is. Igazán én csak ilyen, szóval nem ilyen versenyszerűen, de ide jutottam, első OB megméretésem, úgyhogy meglőttem a kvalifikációs versenyt nálunk Kecskeméten, és akkor így úgy döntöttünk, hogy elindulunk. Ezt a fajta szabadidős sportot egyre népszerűbbnek találják a fiatalok. Kovács Attila Patrik például egy évvel ezelőtt ismerkedett meg az íjászattal. Nekem alapból tetszett a maga a történelem, és ugye mi egriek vagyunk, és ott Egerben nekem nagyon megtetszett ez a csata, és ez az egri ütéző iskola. Beléptem ebbe, és akkor itt volt az íjászat, felajánlották nekem, és elkezdtem ugye így íjászkodni, és azóta már több versenyen is indultam. Egy szekszárdi versenyző szerint, aki feleségével együtt versenyez, annak igazi családi program az országos bajnokság. Tavaly augusztus 31-én volt az első versenyem, és igazániból a feleségem biztatgatott arra, hogy próbáljuk meg. Neki nagyon tetszett, igazi családi programnak tűnt, úgyhogy belevágtunk ennek hatására. A soproni Völgyi Gyula, aki egy szarújjal szállt versenybe, azt mondta, sok összetevője van a sikeres versenyzésnek, ezek között van a megfelelő felszerelés. Az eszköz maga, a veszők, a kiegyensúlyozottság, a fizikai állapot, erő, kitartás és magának a sportnak a szeretete. A verseny szervezője elmondta, az íjászok 21 lőállásnál tehették próbára tudásukat. Itt most fixen 21 cél van lőállás kiépítve, és akkor a versenyzők ki vannak osztva csapatokra, és a csapatok célról célra járkálnak körbe-körbe, és lövik meg az adott célokat, ami ki van nekik jelölve. A Karecsényi László Történelmi Íjász Egyesület a sikeres versenyek után újabb nagy fába vágja fejszéjét. Tervük az, hogy Gyula adjon otthont a következő világbajnokságnak. A tetőn keresztül mászott be egy férfi egy Békéscsabai kocsmába. Az éppen a közelben járó rendőrök felfigyeltek az épület riasztójának hangjára, és azonnal intézkedtek. A hátsó kijáraton egy férfi jött ki, de nem volt esélye a menekülésre, azonnal elfogták. A járőrök értesítették a vendéglátóhely tulajdonosát a betörésről, majd átvizsgálták az épület környékét. Az élővíz csatorna partján megtalálták a gyanúsított kerékpárját és több üveg bort, melyeket a sörözőből lopott. Az épületbe úgy ment be, hogy kibontotta a tetőt, és a keletkezett nyíláson át bemászott az egyik helyiségbe. Miután az intézkedő rendőrök előállították, a nyomozók korábbi hasonló módszerrel elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatosan is elszámoltatták a 27 éves Gyulai, de az elmúlt időszakban Békéscsabán élő M. Sándort. A nyomozás eddigi adatai szerint további Békés megyében elkövetett vagyonelleni bűncselekményekkel is gyanúsítható. A Békéscsabai rendőrkapitányság M. Sándort őrizetbe vette, és lopásbüntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást indított ellene. Önkormányzati cégek felajánlásaival ösztönzik a nagyobb véradási kedvet Gyulán. Rövid hírek következnek. Önkormányzati cégek tettek fel ajánlásokat annak érdekében, hogy a korábbinál nagyobb elismerést kapjanak a véradók. Arra törekszünk, hogy a magunk eszközeivel segítsük a Magyar Vöröskereszt véradás szervező tevékenységét. A kedd délelőtti sajtótájékoztatón Görgényi Ernő polgármester jelentette be, hogy több önkormányzati céget is megkeresett, hogy a lehetőségeikhez mérten honorálják az önkéntes véradókat. A Gyula hús mellett a kulturális és rendezvényszervező Kft. Belépőkkel és jegyekkel, a fürdő a már korábban bejelentett évi 1000 belépővel, a Gyula konyha pedig egy 150 főre elkészített ebéddel jelzi, értékelik a véradók tevékenységét. Mindenre szükség is van, mert mint a Magyar Vörös Kereszt területi vezetőjének a szavaiból kiderült, egyre kevesebb a térségben a fiatal, így ez a korosztály nem a kívánatos mértékben képviselteti magát a véradók között. Dénesné kereső Irén elmondta, a Gyulai és a Sarkadi kistérség 11 településén az elmúlt egy évben 367 új véradót regisztráltak.
Mind a 10 egyéni körzetben állít jelöltet a Jobbik az őszi önkormányzati választásokon Gyulán. A jelöltek kilétét Csengeri Lajos, a párt helyi elnöke fedte fel a nyilvánosság számára a kedd délelőtti sajtótájékoztatón. Párt önálló polgármester jelöltet ugyan nem állít, de ha indul, akkor azt a Szalma István támogatják, aki a független kisgazdapárt színeiben méreti meg magát. Hogy tönkretették a gyönyörű szép kosarat, ami a hölgy figurának a kontja volt? Ak Ferenc, a gyulai német nemzetiségi önkormányzat tagja mutatja, hogy milyen rongálást végeztek kedre virradóra a németvárosi szilvalekpár főző versenyt hirdető dekoráción. Az egyelőre ismeretlen elkövető vagy elkövetők az éjszakai órákban döntötték darabjaira a szalma bálából készült installációt. Az eset azért is különösen szomorú számukra, mert baráti összefogással, nagy lelkesedéssel készítették el a programot hirdető dekorációt. Már fordult már elő, vandál cselekedett a városrészen, de alapjaiban itt nem jellemző az ilyen viselkedés, ezért is háborította fel különösen az itt élőket. A tavalyi évben végig a Soroksárt üldöző gárda ezúttal nem hagyott sok lehetőséget az ellenfélnek. Germán Zabari és Szabó Péter találataival 3-0-ra nyert, és két forduló után a másodosztályú bajnokság harmadik helyén áll. A csapat első hazai meccse szombaton kora este 17:30-kor kezdődik a Grosics Akadémián. A biogazdálkodás alapja a biológiai növényvédelem, a növények természetes táplálása és gondozása, mesterséges anyagok mellőzésével. Az így előállított biotermékek mikroelemekben és vitaminokban dúsak maradnak. Napjaink fogyasztói társadalma nem az organikus gazdálkodásnak kedvez, mégis napjainkban egyre többen választják a bioárukat a boltok polcain. Ön mit gondol a biotermékekről? Az az igazság, hogy én olyan nagyon nem vásárolok ilyesmit, nekem van kertem, és én azt használom. Így nem szoktam olyan boltokba járni. Mesterséges anyagokat szokott használni a növények gondozásakor? Hát, az én kertemben 30 éve nem volt permetezve, és van rajta gyümölcs. Én azt nagyon pártolom, szerintem nagyon jó dolog, főleg, hogy mennyi mérget megetetnek velünk mostanában. Szokott is ilyen terméket vásárolni? Igen. És milyen termékeket általában? Hát ilyen gabonaféle dolgokat, azokat én leginkább. Meg szeretjük a barna kenyeret, hát annyira mélyen nem mélyedtem ebbe bele, de mindenképpen pártolom ezt a féle termék. Pacsorasz Diana vagyok. Mi a véleménye a biotermékekről? Hú, hát én szívesen ennék biotermékeket, csak az a baj, hogy a magyar fizetésekhez képest elég drágák, de egyébként én szeretnék többet enni ezekből. Kartfogó tigris érkezett a Csabai Múzeumba. Lapszemle következik. Kartfogó tigris vendégeskedik Békés Csabán. A jégkorszak kiállítás szereplője morcos arckifejezéssel és hatalmas szemfogakkal érkezett Bécsből a Munkácsi Mihály Múzeumba. Megijedni nem kell. A ragadozó rekonstruált formában látható, írta a Csabai Mérleg. A tárlaton egyéb régen kihalt állatok, mamutok, gyapjas orrszarvúk, üregi nyulak és pocok egerek is életre kelnek szeptember 4-e és november 18-a között. A világ és a lét végső határai felé. Ezzel a mottóval nyitotta meg a kapuit a 35. Rimini Meeting, a népek közötti barátságért megrendezett nemzetközi találkozó, írta a Magyar Kurír. Az egyhetes program szentmisével kezdődött. A Szent Atya két szempontra hívta fel a résztvevők figyelmét. Sose veszítsük el a kapcsolatot a valósággal, legyünk a valóság szerelmesei. Állampolgársági esküt tettek. A 60 résztvevő a Gyulai Városháza dísztermében vált magyar állampolgárrá, közölte a Gyulai Hírlap. Dr. Görgény Ernő polgármester ünnepi beszédében kiemelte, a gyulaiak számára ünnep a honosítás, mely a nemzeti összetartozást erősíti. Diétás ebéd gyermekeknek. A Daliás Klub féláron kínál diétás ebédet olyan családoknak, akiknek komoly terhet jelent a speciális ételek előállítása, írta az Orosz Café. Az óvodai és iskolai ebédet szeptember 29-e és december 19-e között ételhordós formában szállítja ki a speciális ételek konyhája az intézményekbe. Csütörtökön szerte az országban derült, száraz idő lesz.
Számottevő mennyiségű eső a hétvégén sem várható. Csütörtökön már nem lesz szükségünk az esőkabátokra. Országszerte derült, száraz idő várható. A hőmérséklet a reggeli órákban 10, majd a nap folyamán 22 fok körül alakul. Pénteken folytatódik a csapadékmentes időjárás. Napközben derült, napos időre van kilátás. A hőmérséklet 11 és 26 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Bíznak a helyzet rendeződésében. A gyulahúsnak nem kedvez az Oroszország által bevezetett embargó. Hiányos a közvilágítás. Balogh Lajos felmérte, Románvároson több mint 30 világító test sötét. Elkészült az alakor. Bemutatkozik a biosör, a gyulai biofarm fejlesztése a három témában. Céltáblák és állatbábuk. Majd 100-an versenyeztek a történelmi íjászok országos bajnokságán. A tetőn keresztül érkezett. Bort lopott a kocsmából a gyulai betörő, a rendőrök elfogták. A Gyula TV híradóját látták. Most a három téma következik. További jó televíziózást kívánunk. Köszönjük figyelmüket!